az NMR kísérleteket egy nagy mágnesben hajtjuk végre. Ezt a nagy mágnest használjuk a molekulák pontos szerkezetének meghatározásához. Meg tudjuk mondani, hogy melyik atomok kikhez kapcsolódnak, hogyan rendeződnek el ezek térbe. Ez a modern kémiának, modern szerves kémiának az egyik sarokköve, ez a szerkezetvizsgáló módszer. A mi munkánkhoz ez egy elengedhetetlen dolog, mert gyakorlatilag mi arra törekszünk, hogy a természetben előforduló, nagyon kis mennyiségben hozzáférhető anyagokat próbáljuk laboratóriumi körülmények között jól hozzáférhetővé tenni. Tehát példaként el lehet mondani, hogy adott esetben 8-9 kg szárított növényből lehet kivonni 1 mg-okat. Hogyha szintetikusan állunk hozzá, akkor lehet, hogy szerencsésen tudunk akár grammos méreteket, kvázi mondjuk azt, hogy látható méreteket előállítani, és ez a munkánk célja is. Tehát ez itt a kratom levelének az örleménye, és hát hogyha az ember ebből szeretné izolálni ezeket a vegyületeket, akkor mondjuk egy mágszemnyit lehetne belőle előállítani. A mi szintetikus megoldásunkkal viszont akár grammokat is. Totálszintézis az nem használja fel a növényt egyáltalán. Ilyen természetes vegyületek szintézise, mint minden modern kutatás, vagy a kémián belül a modern kutatások nagy része, ez egy csapatjáték. A folyamat az úgy néz ki, hogy valamelyikünk talál egy ígéretes vegyületet a természetből, amivel szeretnénk foglalkozni. Ez úgy történt, hogy én böngésztem a telefonomat, és valaki küldött egy cikket. Így szoktuk egyébként csinálni, hogy ha valaki talál valamit, akkor ezt küldi is tovább a többieknek. Ezt Tibor küldte, hogy ezt nézzük meg, mert szerinte ez jó lenne. Ez akár egy új generációs fájdalomcsillapító első lépéseihez hozzájárulhat, ha mi ezt, ennek a szintézisét meg tudjuk oldani. Gyakorlatilag a kratomot Dél-Kelet-Ázsiába, főként teaként használják krónikus fájdalomcsillapításra, és se függőségi, se hozzászokási, se egyéb káros mellékhatást eddig nem tapasztaltak, ezért ez egy sok szempontból érdekes kutatási téma. Nem csak az volt a kérdés, hogy mondjuk, hogyha mi találunk két olyan építőelemet, ami hasonlít ahhoz, ami a természetben van, hogy ezeket össze tudjuk-e házasítani úgy, hogy meglegyen az a váz, amire szükségünk van. Hanem már az is kérdés volt, hogy egyáltalán elő lehet-e ezeket az építőelemeket állítani. Ezzel kezdtünk el foglalkozni, és volt egy megoldásunk arra, hogy hogyan lehet jó szekuloganinszerű építőelemet csinálni, de kellett egy megoldás arra, hogy hogyan lehet jó triptaminszerű molekulákat előállítani. És hát itt jött Kristóf a képbe. A Peti mesélte, hogy a kratom hatóanyaga, ez kettő részből áll. Én még nagyon-nagyon régen, amikor az ELTE-n dolgoztam, akkor dolgoztam hasonló szerkezetű anyagokkal, és hát természetesen, amikor ránéz az ember, akkor ilyet én már csináltam, ezt meg tudom csinálni, és hát ilyenkor szoktak jönni a problémák utána, hogy igazából annyira nem is egyszerű, de ha már egyszer belefogott az ember, akkor végig kell vinni. Kristófnak ilyen típusú kémiával a hatalmas tapasztalata volt, vagy van is, és pont ez az építőelem, ami kellett nekünk, ezt ő sokkal előbb meg tudta így oldani ennek a szintézisét, mint hogyha Petinek kellett volna ezzel küzdenie. A molekulának ez a része, itt ez. Ez volt az, amit Kristóf állított elő. És amikor már úgy éreztük, hogy közel vagyunk, az volt, amikor ez a része nem volt még ott a molekulának, ez egy picit más volt, de maga ez a váz, ez a két lap, ahogyan így áll, az meg volt. Azt gondoltuk, hogy rendben, akkor most egy lépésre vagyunk, és ahogy elkezdtük pipálgatni, akkor láttuk, hogy hát ez nem az. Van egy ilyen mondás totálszintézises körökben, hogy a boldogság felezési ideje nagyon rövid a totálszintézises kutatásokban. Tehát, hogy amint van egy boldog, sikeres pillanat, utána a kudarc élmény nagyon hamar közben jön. Ha jól emlékszem, a Petiben ez felmerült, mivel világosan látszik, hogy nem ez a türkiz lett, ezért mi van, hogyha a zöld az, és a legtöbb helyen megnézzük, akkor nagyon hasonló, tehát ez, amit úgy hívunk, hogy a romás gyűrű, illetve ezek a részek itt elég közel esnek. Viszont van egy hidrogénünk, ami, illetve egy etil csoportunk, ami merőben más. Ez itt látszik, hogy az egyik felfele, a másik lefele. És ez a különbség. Ehhez számítógépen kellett sok mindent számolnia a Bencének.
pontosabban nem is számítógépen, hanem szervereken. Tehát, hogy ezek szuper számítógépen történő számolások voltak, amit ki tudtunk vonni a növényből, amit elő tudtunk állítani a laborba, azok ugyanazok, különbözők, és ha különböznek, akkor miben különböznek? Tehát ez a két pont a molekulán, ez meg volt cserélve. Amikor először mértem, akkor még egyedül voltam, és akkor éreztem bent az NMR-be, hogy hát ez lehet, hogy jó. És akkor olyankor mi összegyűlünk, a csapat, és akkor együtt nézzük és pipálgatjuk, hogy akkor most megvan, és akkor megvolt. Sikerült megvalósítani ezt a teljes szintézis, totál szintézis. Leírva papíron 15 szintetikus átalakítást jelent, de ez valójában több mint 2000 kísérletet jelentett a laboratóriumi munka során. Ő kiket láthat? Kratom hatóanyagából most készül egy közlemény. Tehát most, amit csinálunk, az, hogy fogjuk a korábbi adathalmazainkat, fogjuk a korábban előállított vegyületeket, és mindent újra, ha kell, lemérünk, de mindent pontosan ellenőrzünk, hogy a véglegesbe a lehető legpontosabban tudjunk adatokat megadni. Hogy amivel én ma foglalkozni fogok, az az, hogy ezt a referencia természetes vegyületet előállítom, hogy össze tudjam hasonlítani azzal, amit mi állítottunk elő. Nekem a kémiában, ami a leglényegesebb, hogy innovációs értéke legyen a dolognak, valamivel gyarapodjon a tudás tárháza, viszont vizuálisan szintén egy igen stimuláló és egy rendkívül motiváló dolog, ami itt akár egy lombikba vagy itt a laborba zajlik, mert amúgy gyönyörű dolgok láthatóak. 8 éven keresztül aktívan fotografáltam és örökítettem meg a mindennapi labor munkának a szépségeit és gyötrelmeit és mindent, ami ezzel jár. Sok 10 000 embert sikerült ezzel motiválni és elérni, és elég érdekes helyekről kaptam visszajelzéseket, legyen akár amerikai középiskolai tanár, hogy amúgy az én képeim alapján oktatja a tananyagot, vagy például egy olajfúró tornyon lévő munkás, aki mondta, hogy hát ő ennek az egésznek az alapja, mert azok kőolajból indul minden, de hát ő nem is gondolta volna, hogy ennyire csodálatos dolgoknak a megszületésénél lehet jelen.